Robbanó festékes doboz, zenélő csövek és tüzes forgószél. A Miskolci Egyetem anyagtudományi karán tüzes kísérleteket láthattak az általános és középiskolások. Egy hétig a műszaki tudományokkal ismerkedhettek. A nyári tábor az egyetem egyik projektjének része volt. Ennek célja, hogy minél népszerűbbé váljon a kampusz a fiatalok körében. Mindenki tudta, hogy fel fog robbanni a festékes doboz, mégis ijesztő volt a hangja. Ez már jóval kellemesebb hang, és nem is kell hozzá más, mint egy kis tűz és egy cső. Milyen lángot látunk? A Miskolci Egyetem anyagtudományi karán tüzes kísérleteket láthattak az általános és középiskolások, a Barangolások Tudásvárosban elnevezésű egyhetes nyári táborban a műszaki tudományokkal ismertették meg a gyerekeket. Nekem az egyik, ami a legjobban tetszett, azok a kémiai kísérletek voltak, kémiai és fizikai kísérletek. Én iskolában is nagyon sok ilyet szoktam végezni, laborban meg segítkezek, és ezek engem mindig nagyon megragadnak. A tábor a Tudásvár a Miskolci Egyetem című program része volt. A 2020-ig tartó projekt célja, hogy népszerűsítse a továbbtanulást, főleg a hátrányos helyzetű gyerekek körében. Az a lényeg ennek a projektnek, hogy olyan plusz programokkal, plusz kommunikációs programokkal, rendezvényekkel segítsük az ő felkészülésüket az érettségére, vagy egyáltalán azt a gondolatot elültessük a fejükbe, hogy egy felsőoktatási intézményben tovább tanuljanak majd. A több mint 10 táborozó gyerek egy hét alatt megismerkedhetett a Lego robotokkal, az egyetem high-tech laboratóriumaival, készítettek zselészörnyet és porcelánt is. Az izgalmak most véget értek, de az egyetem jövőre is megszervezi az élménytábort.